Még a folyosóról is hallgatták Berecz András mesemondó történeteit a Nyíregyházi Egyetemen, ahol őszi Meseegyetem címmel szerveztek ismeretterjesztő előadásokat. Az ország legismertebb mesemondója, a Kossuth-díjas Berecz András televíziónknak elmondta, a mesék azért is fontosak, mivel a magyar nyelv kifogyhatatlan kincstárai. Ha már Meseegyetem a neve, el ne hallgassuk, hogy kisgyermektől idősig mindenki hasznát veheti. Az emberiség tapasztalata, látása, tartása van benne. Hát, arról nem is beszélve, hogy a nyelvnek pompásan kifejlesztett virágállapota a mesemondás. Úgyhogy aki a mesébe bedugja a fejét, megváltozva húzza ki, megtanulja megbecsülni a nyelvet, mint a kifejezés egyik csodálatos eszközét, és egyszer csak azon kapja magát, hogy lehet így is gondolkozni, hasonlatokban, metaforákban, és lehet játékosan komoly dolgokat mondani. Az eseményen Vinnai Győző országgyűlési képviselő, a Magyar Népmeséért Alapítvány kuratóriumi tagja is úgy fogalmazott, a mesékre, a fantáziára nem csak a gyermekeknek van szüksége. Azt gondolom, hogy gyerekeinknek, unokáinknak, de akár felnőtteknek is, most itt majd hallhatjuk a mesét, a nagybetűs mesét, arra jó, hogy magunkba nézzünk, elgondolkodjunk, és azt a definíciót adjuk, hogy a mesére szükség van gyerekkorban és felnőttkorban is. Az Egyetem Óvó és Tanítóképző Intézetének igazgatója elmondta, büszkék arra, hogy elsőként a Nyíregyházi Egyetemen került sor a rangos szakmai tanácskozásra. A Magyar Népmeséért Alapítvány elnöke, Cservenák László úr keresett meg minket, és arra kért fel, hogy közösen szervezzünk hagyományteremtő szándékkal egy ilyen közös rendezvényt. Nagyon, nagyon öröm és megtiszteltetés, hogy a Nyíregyházi Egyetem Óvó és Tanítóképző Intézete adhat otthon ennek a rangos szakmai rendezvénynek. Mivel mi egy alkalmazott tudományegyetem vagyunk, ezért arra helyezzük a hangsúlyt, hogy az alkalmazott tudás érvényesüljön. Az első őszi Meseegyetem című rendezvényen különböző tudományterületek megközelítéseit ismerhették meg az érdeklődők, a Nyíregyházi Egyetem, a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskola, a Sóstói Múzeumfalu, a Tündérkert keleti óvoda, valamint a Gyermekek háza déli óvoda előadói jóvoltából. A szervezők célja, hogy a jövőben is szervezzenek hasonló meseegyetemeket, a magyar népmese és műmese irodalom őrzése, ápolása, valamint népszerűsítése érdekében.